Halli, sziasztok, zsíros deszka vagyok, és ez a videó egy olyan érdekes videó lesz, hogy mi lenne, ha! És hogy miről is van szó pontosan, a, hogy te mit, mit, mit tennél, ha ezt megtehetnéd. A múltkor feleségemmel én vezettem, és szoktunk beszélgetni, és felmerült csak egy ilyen badar gondolat, hogy mi lenne, ha Lehetne időt utazni, és ennek is tudom, hogy száz különböző variációja lehetne, tehát e, nagyon sok mindentől függne a dolog igazániból az, hogy visszamész az időben, és ja, az, hogy, 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 hogy magadat látod ott, és vagy még egy, tehát kettő lenne belőled, vagy pedig úgy mész vissza az időben, hogy. E, ugyanezzel a testtel, és az az emberke eltűnne, na jó, az már akkor nem is időutazás, mert akkor mi lett azzal az, azzal, a, azzal az éneddel, aki mondjuk tíz éves korodig visszamész, és akkor így ezzel a testtel vagy ott tíz évesen, vagy az már egy picit furcsább. Tehát vagy az, hogy kívülről látod magadat, de abban az esetben is az lenne a furcsa, hogyha, ha az lenne, akkor az már benne lenne az elmédbe, tehát az már, akkor az már úgy történt meg, és azután ugye ezzel már tisztával, tehát ez is, ez is egy kilőtt variáció szerintem. Az egyetlen egy variáció az az lehet ne, ami egyenlő majdnem, hogy a jövő belátással. Tehát, hogyha ha konkrétan logikusan akarjuk ezt átgondolni, gondolkoztam én már külön, különböző variáción, akkor az az egyetlen egy variáció lehet, hogy felébrednél az álmodba, és hú, és az, azt aludtam, vagyis hát azt álmodtam, hogy hogy végigéltem minden egyes pillanatát a következő húsz évnek és tudom azt, hogy mi fog holnap történni. Tehát valami ilyesmi. És mi lenne, ha? Hogy egyik az, hogy ha vissz, visszamenné tehát minden ugyanaz a szituáció. Most tegyük fel azt, hogy oké, okay, leülnék ide a székre, és bum! És felébrednék tíz évesen az ágyamba, akkor épp ahol voltam, de a tudatom az megmaradna. Tehát igen, lehet időutazásnak is nevezhetjük, vagy pedig, ja, de hogyha ugyanígy ezt végigéltem ugye ideig az életemet, elméletileg, gyakorlatban is, akkor igen, tehát egy időutazás. Viszont, viszont akkor itt meg is kéne, hogy áll, álljon a film. Tehát amikor ide érek erre a pontra megint, akkor megint ugyanaz történne, és ez így a végtelenségig igazán a körforgásba kéne, hogy legyen. Vagy pedig, hogy hogy befolyással, ezzel, ezzel is beszélgettünk a feleségemmel, hogy, hogy mi lenne, ha időt utaznék, és tudnám, hogy ő lesz a feleségem, tudnék mindent, és változtathatnék a helyzetet Például mondom én azt, hogy tíz évesen akkor azt mondanám, hogy oké, okay, minek húzzam az időt, úgyis tudom, hogy ki lesz a feleségem, tudom, hogy hol lakik, mindent tudok, felülnék a repülőre, kijönnék ide Japánba, becsöngetnék az ajtón kinyitná az apósom, és azt mondanám neki, hogy szép jó napot kívánok, én vagyok a jövendőbeli a, a lágyodnak a férje. Attól nem kéne tartanom, hogy pofárú, vagy valami ilyesmi, mivel, hogy egy tíz éves kisgyereket csak-csak nem, de azt tudja, hogy így nagyon-nagyon furcsán nézne rám, hogy álljak le a szerekről, vagy valami ilyesmi. Tehát, és a feleségem azt mondta, hogy, azt mondta, hogy mi lenne akkor, ha nem tudnék változtatni igazándiból semmin egyáltalán. Tehát hiába tudnám a lottószámokat, ha éppen akkor nem nyertem a lotton, akkor most se hiába tudnám. Nem. Tehát nem tudnék, inkább, inkább csak egy ilyen a tudatában lennék annak, hogy mi fog történni. Minden egyes dolog, amire emlékszem, az, tehát, és ő azt mondta, hogy abban az esetben ő nem menne vissza, mivel hogy eléggé uncsi lenne a dolog. Tehát ez így jó, hogy fogalmuk nincs arról, hogy mi fog történni a következő pillanatban, és ezzel én is totálisan egyetértettem, de ja, elég furcsa variációk uh, születhetnének ebből. Hogyha lehetne változtatni a szituáción például, és ez a jelen, ami, ami amit utána maga után vonza a dolog, az, az, már valóban akkor nem is úgy történne meg. Tehát ez eléggé egy, egy komplikált dolog, mivel hogy akkor már az lenne az emlékem, most amit visszaemlékszem az életemből, ugye alapjáraton. De, de igen, tehát csak, csak úgy a reakcióra, meg hogy a feleségem mit szólna hozzá, én tudja, hogy eljátszanám, hogy, hogy eljönnék és becsöngetnék, hogy szia, én leszek a jövendőbeli férjed, lesz egy lányunk, és ne húzzuk az időt, költözzünk össze, vagy valami ilyesmi. Szerintem nagyon furcsán nézne rám, azt tuti biztos, de... Ja, meg ugye az is benne van a pakliba, hogy hiába mondanám el, és hiába bizonyítanám be, akár, akár még itt is élhetnék velük például egy évig, és egy éven keresztül, de jó. Azt viszont nem is tudnám, mert akkor ugye tíz évesen nem voltunk együtt, úgyhogy fogalmam nem lenne az, hogy holnap mi fog történni, meg ilyenek. De ugye a nagyvilágban igen, tehát... Azt például el tudnám neki mondani, hogy most ez, ezek lesznek a nagy dolgok a világban, és hogy akkor is, hogy egyáltalán elhinnék nekem, vagy sem, vagy hogy reagálnának, vagy azt mondaná az apos, hogy hát oké, okay, jó van, akkor miért ne, akkor kapd el a kapát, és akkor már kezdjük is el a, a, az együtt a földműveskedést, mert úgyis ez lesz a jövő. Én nem tudom, hogy hogy mi lenne rá a reakció, hogy elvinnének el, megy vagy intézetbe, hogy vizsgáljanak ki, vagy fogalmam nincs. De az biztos, hogy egy érdekes variáció lenne, szerintem. És én, én azt mondtam a feleségemnek, hogy ha lehetne változtatni a szituáción, tehát hogyha visszamehetnék e, így ezzel a tudattal úgy abba a tíz éves mi boltomba, Úgyhogy a testem is visszaváltozna, akkor lehet, hogy eljátszanám. Csak az érdekesség kedvéért, nem tudom. De aztán lehet, hogy, hogy nem igazán tetszene, és akkor meg azt várnám, hogy mikor tudok nagyon gyorsan visszapattani ide a 45 éves figuratív karakterembe. Vagy valami ilyesmi. Nem tudom, fogalmam nincs. Írjátok le a kommentbe, de ja, én csak szeretek ilyeneken elgondolkozni néha, hogy mi lenne. Ha. De nem lesz, ha. Mindig az van éppen, ami van. És most pedig. Amint láthatjátok, befejeztem a studinyót, így néz ki. Azt a falat is telepakoltam, oda egy picit másként raktam. Itt hagytam közte hézagokat is, mert uh, így se úgyse szeretném bevonni az egész falat. Meg itt aztán jobb, hogyha van is egy kicsinek kis vízhang, tehát itt nem akartam kinyírni a vízhangot száz uh, százalékig, és így ilyen lett, a fát azt már nem rakom vissza, mert elég nem érvényesülne így ebben a háttérben, úgyhogy voilà! Készen van. Minden készen van. Remélem, hogy tetszik. Ha nem, akkor nagyon bemozdulok. Csak, csak a pofám jár egyébként. Na jó, köszönöm! Remélem, hogy egy lájkot megért, akinek nem az meg nyugodtan diszlájkolja, és... Remélem, hogy találkozunk a következőben is. Most pedig készítek valami zenét. Bebé felek valakit. Elküldöm az édesanyjába. Vagy valami, és nem tudom. Majd kitalálom mindjárt. Sziasztok!